Kisebb incidens zajlott le pár hete Baján, a Sugovica partján, a pecások és az evezősök között, melynek apropója a haltelepítés volt. Pár horgász ugyanis nehezményezte az evezősök jelenlétét, mely szerintük megzavarja a pontyokat. Van egy ilyen borzasztó primitív elmebaj, hogy vannak egyes primitív horgászok, akik tényleg azt hiszik, hogy amikor betelepítik a pontyot, és pár órával később már ugye nem tud, meg vannak zavarodva szerencsétlen halak, meg megtörve, hát nyilvánvaló rögtön nem fognak enni, ez nem az akváriumba horgászás, de viszont az evezősök ugyanúgy élnek tovább, és fölháborodott horgászok, hogy mi miért, hogy mi nem olvasunk újságot, és mi nem tudjuk, hogy itt ponttelepítés van, és akkor ilyenkor miért nem megyünk szabadságra, és legalább akkor két hétig nem szabadna vízre szállnunk. Tehát a horgász, az némely horgász ilyenkor teljesen elmebeteg. Tehát az elkeseredettségét, hogy nem tud halat fogni, meg nem jó a víz, meg kevés a ponty, akkor azt mindenre rá kell fogni. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ha víz közepén megyünk, az is teljesen mindegy. Egy motorcsónak több kárt okoz, meg több ijegységet okoz a halaknak, mint az evezősök vagy a kajakkenusok, akik a vízen vannak. Hát ez egy ilyen ős primitívség, amit nehezen tudnak levetkőzni a horgászok. Jól tudom, te is ugye gyakorló horgász vagy. Hát azért szomorú, mert ugye pont az, hogy gyakorló horgász vagyok, és tudom, hogy abszolút az evezés az nem zavarja, sőt, még az oxigén előállításban is részt veszünk, tehát nekünk semmi közünk ahhoz, hogy nincs kapása a szerencsétlen horgászának. Kérdésem akkor az, hogy te milyen halat fogtál a múlt heti telepítés után? Azt nem mondom meg. Evezős lapátot fogtam. Nem, edzéseket tartottunk, tehát nagyon kevés időm volt horgászni. 1-2 órát tudtam sajnos csak horgászni. Magyarul nem fogtál semmit? Nem, hát fogtam egy szép 4 kilós csepontyot.